mellét, aki ugye a fához igencsak ért. De nem elég a fához érteni, szívvel kell érteni hozzá. És hát persze mondhatnátok azt, hogy egy kereszt az nem egy nagy ügy. Hát azért a 160 kilójával, a megfelelő arányaival, hogy az szép legyen, a becsapolásával, a hosszanti szárnak, meg a kereszt szárnak, van itt ebben mesterség. Aztán föl kell tenni az autó tetejére. Hányan tettétek föl otthon? Ketten a dobunkos fiamban. Lefele 8 ember fogja, és amikor felállítjuk, ugye akkor is 8-10 ember fogja. Hozzá kell tennem, hogy domonkosan 3 órán keresztül próbáltuk felrakni mindenféle állványokat építve, tehát nem csak úgy felemeltük és felraktuk, úgyhogy nagy előkészület volt, hogy az autóra tudtuk tenni. Akkor ez nem egy ilyen nekifutás, dobbantás, és már ugrunk is, hopp, keresztugolt föl. Úgyhogy ez azt mutatja, hogy ha méretes a kereszt, olyan igazi, nem mint hogyha a nyakban lévő kereszt nem volna igazi, de amikor úgy nyomja a vállat, meg úgy izzadni kell, meg feszülni kell, akkor valamit azért megsejtünk abból, hogy kapunk milyeneket az életben. Nem nagyobbat, mint amit elbírunk. Látod, 2 ember elbírta ezt a 160 kilós keresztet, reméljük egészségük is megmaradt benne. Úgyhogy én a Gellértnek szeretném, hogy egy hatalmas nagy tapsot adnátok, a faragást azt a kifaragta? András bácsi faragta, az iskola honnoka. Igazságtalannak érzem az elismerés velem szemben. Nagyon jól esik, hogy megtapsoljátok ezt a teljesítményt, de ez nem azért. A tervező, aki a keresztet megtervezte, és az egész megvalósítást koordinálta, Haraszti Géza volt. De ezt mind megelőzte az a kis csapat, aki a 2008-as Vincenti zarándoklat után ide visszajött a helyszínre, és kitalálta, hogy legyen ott a kereszt. Miért pont ott? Mert az egy olyan pont, amikor ha odaállsz, hogy jól érzed magad, rálátsz a tájra, a templom hajójára, az oltárra merőleges, és majd ha áll a kereszt, érdemes oda menni a templom bejárathoz, akkor látható ennek a keresztnek a méltósága. Megvan a hely, elhatározás 2008-ban, és utána jön egy hosszú szünet, mert nem tudom, rusták voltunk. Nem volt kellő elhatározás. Meg volt az erő, hogy igen, most akkor föl kell állítani a keresztet, de mégsem. Tehát egyszerűen elmaradt, és így utólag azt mondom, hogy most ért be igazán ezzel a 3-as jubileummal, hogy van a pálos rend pápai jóváhagyásának 700. éve 2008-ban, és most eljutottunk oda, hogy az iskolának van az alapításának a 20. és a Vincenti zarándoklat 10. évfordulója. Nyárádi Pista, aki vállalta, hogy az anyagot vidékről, Győr mellől, egy kis faluból ide szállította. Tölgyfából van ott elhangzott egy kérdés. Tehát az anyag az tölgyfa. A következő fázis az engedélyezés volt. Biztos, hogy nem gondoljátok, hogy ez eszméletlen engedélyeztetés eredménye lenne, de most is csak ez ideglenes. Ennek a végleges felállítása pünköstkor lesz. Itt a zöld hatóságtól, a régészektől, a muzeológustól, az örökségvédelmi hivatalig mindenkinek engedélyezni kellett ezt a keresztet. Ezt a munkát akkor jöhet a taps, Dauner Márton, és Kövesdi Laci barátunk végezte. Megvan a kereszt, és hát András bácsi vállalta, hogy belefaragja ezt a két szót, Istenért, hazáért. És van még egy felajánlás. A
Tarnai család vállalta, hogy egy kis táblával hozzájárul, amin a kis táblára rá lett faragva, hogy ezt a táblát a Pannonia szakra általános iskola közössége állította. És biztos, hogy kihagytam valakit, de elnézést kérek, hogyha nem említettem meg a nevét. Köszönöm. No, köszönjük szépen ezt a kis keresztmetszetet, tehát nagyon hálásak vagyunk az ötletért, a kivitelezésért, és adjunk majd hálát érte az Istennek. Köszönöm, Gellért. Azt kérem, hogy innen a balon...